Egyelőre még nem a labdát és a köfén parkettáját, hanem a Bregyó futópályáját koptatják a Székesfehérváron készülő kézilabdázók. Jövő héten elkezdjük az alapozás részét 8-án. Egyéni programokat kaptunk, amiben kondi edzések vannak és futó edzések. Bár a futás nem a kézilabdázó legkedveltebb elfoglaltsága, Herr Anita számára mindenképpen örömteli, hogy ezt az alapozást immár testvérével, a válogatott kapussal, a Győrből érkező Orsolyával együtt csinálhatja végig. Mindig egy jó érzés, meg egy jó élmény az, hogyha a tesómmal játszhatok egy csapatba. Ennek mindig nagyon örülünk, főleg a család, mert legalább egy meccsre kell csak járniuk, nem külön-külön, úgyhogy ez mindig jó, hogyha tudok a tesómmal egy csapatba játszani. Játszottunk együtt, játszottunk egymás ellen, úgyhogy mindegyiknek megvolt a maga szépség, én úgy gondolom, de én mindenképpen örülök neki, és úgy gondolom, hogy tényleg majd tudjuk egymást segíteni, mind a pályán, mind amúgy a pályán kívül is. Herr Orsolya nem tartja visszalépésnek, hogy a bajnoki ezüstérmestől az előző kiírás hatodikjához szerződött, mint mondja, komoly kihívásként tekint fehérvári szerepvállalására. Nem sok játékos hat mondhatta el magáról azt, hogy a világ egyik legjobb csapatában játszott. Én már majdnem 10 évet játszottam ott. Meg előtte én voltam kisebb csapatoknál, és ez nekem nem lefelé menés. Minden klubnál más a céljai, és én úgy gondolom, hogy az embernek mindig vannak olyan célja adott életperiódusában, amikor meg kell ezt ragadni, és én ezt nem visszalépésnek, hanem egy új korszaknak fogom föl. A két Herr a jövőben tehát ismét együtt játszhat, az utóbbi időben pedig rendre ellenfélként találkoztak a pályán, így arra kértük őket, jellemezzék néhány szóban a másikat. Nagyon jó csapatjátékos, csapaton belül és csapaton kívül szerintem ő egy nagyon jó ember, viszont amikor munka van, akkor nagyon szeret dolgozni, és nagyon szereti azt, hogyha mindenki a munkájára figyel, viszont amikor nincsen munka, akkor meg szerető is pihenni, lazulni és szórakozni egy kicsit. Nagyon szorgos kis hangyának tartom, és tényleg mindent megtesz azért, hogy most is ugye a sérüléséből felépüljön, úgyhogy én csak pozitívumokat tudok róla mondani, és imádom. Az összhanggal nem lesz gond, az biztos, és ebből Orsi és Anita, valamint a Fehérvár KC is csak profitálhat a következő szezonban. Az alapozás pedig csak túlélik valahogy a lányok, imár együtt.